Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, amiként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: gyertek, atyám áldottai, és vegyétek az országot, mely nektek készítetett a világ kezdetétől. Mert éhes voltam, s ennem adtatok. Szomjas voltam, és innom adtatok. Idegen voltam, és befogadtatok. Ruhátlan, és betakartatok. Beteg voltam, és fölkerestetek. Börtönbe voltam, és meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna, mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattattunk volna? Akkor a király így felel: bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Aztán a balján állókhoz szól: távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, mely az ördögnek és angyalainak készült, mert éhes voltam, és ennem nem adtatok. Szomjas voltam, és inni nem adtatok. Idegen voltam, és be nem fogadtatok. Ruhátlan, és nem takartatok be. Beteg voltam, és börtönben sínlődtem, s ti nem látogattatok meg engem. Erre ő kérdezik: Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem sietünk segítségedre? Ő pedig ezt feleli majd nekik: bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi, per evangelica dicta, evangelium nostra delicta. Krisztusban szeretett testvéreim, Krisztus királyságánál rejtettebb dolog alig van, ám hatásaiban egészen nyilvánvaló azok számára, akik hisznek benne. Olyan ez, mint amikor egy fiatalember, tiszta fiatalember, halálos szerelemmel szeret. Az égvilágon senkire nem hat, senkit nem változtat meg, senkinek nincs hozzá köze, csak annak az egyetlen lánynak, aki elfogadja ezt a szerelmet, akire vonatkozik, másra nem vonatkozik, nem vonatkozhat. És ott él ez a szerelem, másút nem. Ott reális, másút irreális. Ott átalakít, rendez, fölemel, másút semmi hatása nincs. Talán a leglényegesebb kijelentés Jézus Krisztus egyházáról, hogy Krisztus jegyese, akiért feláldozta magát. Testvérek, nagy baj van sokszor a keresztényekkel, mert úgy, ahogy még hisznek Krisztusban, de nem az egyházban. Ez a nagyon nagy baj. Mert akkor Krisztusban sem hisznek. Elválasztják a testét az ő személyétől. Nem hisznek a megtestesülésben, hogy Isten valóságos ember lett. Krisztus csak egyházát szereti. Úgy, ahogyan a halálosan életét is képes feláldozni, szerelmes fiatalember csak azt az egy lányt szereti. Miért csak az egyházat szereti Krisztus, az élő Isten fia, aki emberé lett?
Hát nem mindenkit szeret? Miért csak az egyházat szereti Krisztus? Mert csak az egyház fogadja el a maga teljességében Krisztus szeretetét, mint Krisztusnak a szeretetét, és nem más valakiét. Most értjük meg azt, hogy Krisztus mindenkiért meghalt, de csak sokakért öntetik ki. Mindenkit szeretne, hát itt van a templomban mindenki? Nincs. Mindenki keresi az igazságot? Nem. Pedig az igazság Krisztus mindenkit szeret, és mindenkit hív. Krisztus szeretete ott lesz hatékony, ahol az ő szeretetét elfogadják, és nagyon fontos, hogy az övét. Lényeges elem, hogy az egyház tudja, hogy kicsoda Krisztus. Ha csak egy zsidó prófétának tartjuk, ha csak egynek a vallás alapítók közül, ha csak egyiknek az emberiség nagy erkölcsi tanítói közül, akkor szeretetét nem fogadtuk el, mert ő nem ez. Nagyobb valaki van itt, mint a próféták mondja. Akkor valami tévelésbe vagyunk. Ő nem ez. Így szoros kapcsolat van a Krisztusra vonatkozó igazságok, görögül dogmák és Krisztus szeretetének elfogadása között. Ezért ismétlem még sokszor azt a botrányos mondatomat, hogy karácsony nem a szeretet ünnepe. Tessék megtanulni. Nem azért. Hanem az Isten fiának, Jézus Krisztusnak emberré levése és megszületésének az ünnepe. Tökéletesen más. És ennek a szeretetnek van csak az ünnepe, és ami ebbe belefér, emberi szeretet. Ha valaki azt mondja, hogy én is hiszek, meg keresztény vagyok, de mit, nem a dogmák engem nem érdekelnek, akkor nem érdekel Krisztus. Vagyis soha nem gondolt az illető végig, hogy kinek hisz. Én egy vallás alapítónak nem fogadnám el azt, hogy érte még meg is kell halni. Mi címen követeli ezt? Ki mondhatja azt, hogy a házasság előtt abszolút tisztaságba kell élni? Kinek van erre joga? Ki követelhet meg egyes férfiaktól és nőktől, hogy még a családjukat is elhagyják szeretve őt? Ez csak az, akiről az egyház dogmái, igazságai azt mondják, hogy Isten, aki emberré lett. Az egyház 2000 év óta mind a mai napig mindenkivel szemben, aki mást mond, Jézus Krisztusról, szembeállítja saját tudását, mondván, minket Isten megtestesült fia szeret. Nem egy vallásalapító és nem egy csodatevő. Most sejtjük meg, mit jelent a hitvallás formulákban az a kettősség. Hogy a keresztségkor, mert azt csak akkor használjuk, meg húsvét éjszaka, megkérdezik, hogy hiszel-e? Hiszek én. Most a misében levő hiszek egyben, meg azt mondja, hogy hiszünk. Többes számban. Tehát az én hitem csak a mi hitünkben hiteles. Akkor hiteles az én hitem Jézus Krisztusban, amikor a 2000 éves egyház mindenkori és örökké való hitében, már a történelemben hiszek. Ezen kívül hiszek, az nem érvényes, az még keresés. Egy fiatal ember azzal állt elém egy lelki gyakorlatom, honnét tudom, atya, hogy melyik az a hiteles könyv Jézusról? Nálunk, ez egy más országban történt, egy papot fölfüggesztett a püspök, és az a pap elment egy szektába. De olyan jó volt az a fiatal pap. Meg olyan szépeket mondott. Hát most a püspöknek van igaza, vagy ennek a papnak? Hát ez a fiatal ember azért nem tudja, hogy kinek van igaza, mert még a hite
nem alakult ki. Az a hit a megfelelő, amely az egyház hitében való részesedés. Ennek a fiatalembernek meg kell még tanulnia, hiszek egyet. Nem csak az, hogy Isten teremtő, nem csak az, hogy született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátusot, meghalt föl, támadt, egész addig, hogy várom a holtak föltámadását, hanem azt, hogy mindezt egyedül az egyház őrzi. Hiszek az egy szent és egyetemes egyházban. Az egész, hiszek egy, ezen kívül megromlik. Monda. Karácsonyi rege. Testvérek, ha abban részesülök, ami az egyház hite, akkor testvérek, elég egy 600 oldalas könyvet megszagolnom, beleolvasni minden 100. oldalon, és már megy a tűzre. Így adott nekem valaki, sajnos egy katolikus asszony, egy nagy könyvet, egy angol írta, nyilván nem katolikus, anglikán. És hát arról beszélt, hogy a római egyház megsemmisített bizonyos dokumentumokat. Ő aztán tudja, hogy honnét szedte el őket a megsemmisített dokumentumokat, nem tudom, hogy Angliába járt ám a názáreti Jézus. Arimeteiai József elvitte oda hajóval. Hát látj, hogy tud egy mesekönyvet hinni egy keresztény? És hát hol bújik ki a szög a zsákból, figyeljünk. És ott már ez a názáreti Jézus életében már épített templomokat, vagyis egyházakat. Ja, itt arról van szó, hogy az anglikán fiatalember azt akarta igazolni, hogy a 8. Henrik által kibicsaklott és Rómától elszakított egyház az idősebb, mint a római. Holott Canterbury Szent Ágoston vitték oda a hitet Rómából. Tehát egy komplexusból 600 oldalas könyv született. Ha ennek bedől egy 3 doktorátussal rendelkező úriember, akkor az műveletlen. Illetve nem ismeri a mi hitünket. Az ő hite nem a mi hitünk. Abszolút biztosnak lehet lenni. Ezért mondja Szent Pál, hogy mindent mérjetek le, mindent vizsgáljatok le, mind az Anya Szent Egyház mindenkori hitén. Tehát, ha én félreismerem a názáreti Jézust, akkor az ő szeretete, az nem az ő szeretete, hanem a kitalált valakié. Az egyház nem ismerte félre. Az evangéliumok betűjétől kezdve, a nagy Krisztusról szóló dogmatikai zsinatokon keresztül, egészen a mai napig mindig ugyanazt mondja Jézusról, hogy az élő Isten fia, aki emberré lett, meghalt, föltámadt, elküldte a Szent Lelket híveinek, megalapította az ő közösségét, akiket a keresztségben újjá született, Isten élet van bennünk, és ő jön el ítélni élőket és holtakat. Testvérek, ott hatékony Isten, Krisztus szeretete, vagyis Krisztus uralma, ahol elfogadják ezt a szeretetet. És ez az egyházban történik. Krisztus királysága az egyházban nyilvánvaló, mert az egyház az ő jegyese. Mert az egyház elfogadta Krisztus szeretetét. Persze ez egészen az egyház szentjeinek életében nyilvánul meg. Az a sok névtelen szent is, aki életében a bűnt legyőzte Krisztusért, aki úgy szerette Krisztust, hogy halálában is reménykedett benne, ez az egyházban mindig jelen volt. Az egyházban vannak nyilvánvalóan olyan szőlővesszők, amelyek elszáradtak, és majd az Úr levágja az utolsó napon. De egyetemesen az egyház Krisztus jegyese. És csak a jegyes fogja a vőlegény szeretetét. Ezért csak az egyházban nyilvánvaló Krisztus uralma. Testvérek, a kereszténység legnagyobb botránya a világban,
Az egyház legnagyobb botránya, amire nem ír a bulvár sajtó, de annyira alapvető botrány, Jézus Krisztus botránya, ami 2000 évvel ezelőtt is volt. Ha az Isten országát alapítja meg, akkor miért nem lép föl hatalommal, és miért nem tesz úgymond rendet? Arra van hatalma, hogy föltámassza a halottakat. Ha képes pár kenyérrel több ezer embert megvendégelni és a vizen járni, akkor ezzel a hatalommal neki rendet kellene teremteni itt. Egyszer s mindenkorra felszámolni minden rejtett és nyílt elnyomás, kizsákmányolás, nyomort és mindent. És végleg rendet tenni. De elgondolkodtunk azon, hogyha ezt elvárjuk Jézustól, akkor milyen természetűnek tartjuk az ő hatalmát. Testvérek, az Isten hatalma az nem Hitler, Stalin és Rákosi hatalma végtelenül fölnagyítva, aki aztán jót is tud tenni, hanem gyökeresen más. Ha tetszik, Istennek ilyen értelemben semmiféle hatalma nincs. Isten abszolút tehetetlen ott, ahol erőszakos cselekedeteket kérünk, hogy tegyen rendet, mindenki tereljen be az egyházba, egyszerre alakítsa át az agyakat, hogy mindenki higgyen. Ez erőszakosság. Istennek ilyen hatalma nincs. Isten a szeretet. Erőszakkal nem lehet szeretni. Ő pedig maga a szeretet. Isten szeretete azonos a hatalmával. A teremtés az úgy jött létre, hogy engedett másokat létezni, visszahúzódott. Hogy az ember hatalmaskodásával tud rosszat tenni, az a gyöngeségének a jele. És ezek a hatalmak mind megbuknak. Tehát Isten hatalma ott tud működni, ahol elfogadjuk, hogy szeret. Ott valósul meg Krisztus királysága, Isten országa. Az egyházban, testvérek, az egyház hol engedi magát legjobban szeretni Krisztustól? Az ifjúsági összejöveteleken? Nem, pedig nagyon kellene. Lelki gyakorlatos beszédeken? Nem, pedig nagyon kellene. Egyházi gyűjtésen és a szegényeken való segítségen? Nagyon kell. De hol engedi az egyház magát legjobban szeretni? A szent misében. Ezért írja Kurt Koch bíboros, az egyház a szent misében van leginkább elemében. A szentmisén résztvevő egyház maga az egyház. Minden más helyzetben már piszkosodik, már nem egyértelmű. És amennyiben Krisztus jegyesed, úgy az egyház tagjaként engedem magamat szeretni itt. Ez azért szükséges legalább hetente egyszer, mert kilépve az eukarisztikus térből, az átváltoztatott ostya teréből elkezd halványulni Krisztus irántunk való szeretete. Igen lényeges, amit mondtam, és amit az Úr mondott, amikor azt maradjatok meg szeretetemben. Mit jelent ez, és hol mondta? Az utolsó vacsorán mondta. A mise alapításákor mondta. De mit jelent ez, hogy maradjatok meg a szeretetemben? Ez nem csak az utolsó vacsora termében hangzik egyértelműen, hanem abban a kontextusban, amiben elmondta, hogy ahogy az Atya Isten szeret engem öröktől fogva, én úgy szeretlek titeket, higgyétek el, hogy így szeretlek. Ez jelenti megmaradni a szeretetében, nem az, hogy viszont szeretni. És az egyház Krisztus szeretetében a mise pillanataiban marad meg legjobban. Ott még kemény férfiak is, akik ki nem nyitnák szájukat az éneklésre, mert mintha az az asszonyoknak való lenne dicsérni az Istent, még az is talán egy pillanatra engedi, hogy szeresse őt Krisztus. Ez az Isten országa. Ez Krisztus királysága. Az eukarisztikus áldozatban részt véve az egyház engedi magát szeretni totálisan a megtestesült Isten Krisztus által.
És itt tanulja meg azt, hogy mi a szeretet. Ezt viszont meg kell tanulni, mert akkor nem jól vettünk részt a misén. Azt jelenti, hogy ingyenesen adni. Krisztus nem vár vissza semmit. Azt várja vissza, hogy olyanok legyünk, mint ő, adjuk tovább. Akkor szeretjük őt viszont, ha tovább adjuk. Igen, ez az ingyenes szeretet. Testvérek, azt írja Simon Weil, az egy egyházi szertartások erénye a tökéletes jóval való kapcsolat hatékonyságába áll, mely megsemmisíti a rosszat. A világban van nagyon sok jó, de nem tökéletes tisztaság és tökéletes jóság. Amikor én az ostjára nézek, az odaadott Istennek az életére, akkor a legnagyobb tisztasággal lépek kapcsolatba. A kisebb tisztaságokat a tisztátalanság föléli. Érted? Hiába van annyi jóság a világban. A gonoszság abból él és fölfaja, fölzabálja. És ezért úgy látszik, hogy nincs a jóságnak jövője. De az abszolút tisztasággal, a végtelen jósággal való kapcsolat ment meg minket. Bűneink egy része ráfröcskölődik, és ott elég. Ő a bárány, aki elveszi a világ bűneit. Egyedül a tökéletes tisztaság nem szennyezhető be, írja Simon Weil. Ha figyelmünk valami tökéletesen tiszta dologra irányul, akkor midőn lelkünket megszállja a rossz, és ha a rossz egy részét erre veszi át, a dolog nem változik meg a rossztól. Nem küldi vissza a rosszat. Így figyelmünk minden hasonló pillanatban valami csekély rossz valóságától megszabadul. Amikor a zsidók a mágikus szokás egy fajtájával, a bűnbakra, a fekete bárányra próbálták ráolvasni a bűneiket, nem tudta ez a bárány elvenni, ez szimbolikus volt csak. Azt a világon egyedül tökéletes tisztaság veheti csak el, az igazi bűnbak, a bárány, az Isten fia, a Krisztus. De még arra is figyel ez a filozófus nő, hogy és aki 22 000 évvel ezelőtt élt rabszolga is megfeszítették, Krisztus előtt nem volt jóság, akkor tönkrement volna az emberiség, de volt. Mert öröktől fogva elhatározta az atya, hogy megtestesül az ő fia. Tehát mindig voltak emberek, akik valamiképpen egy abszolút tisztaságra függesztve a szemüket jót tettek. Semmit se várva érte. Ezek Krisztushoz tartoznak. Ábeltől kezdve, Melkizedeken át, Gandin át, a mai pogányokon, aki csak egy pohár vizet is ad a szomjazónak, de semmit se vár vissza. Ezt úgy lehet megtenni, hogy köze van egy végtelen jósághoz. Ez nem egy darab jóság, mert ezt a darab jóságot fölfalná rossz. A világban pedig van egy fölfalhatatlan jóság. Az az emberi szeretet, amely a végtelen szeretetbe valahogy bízik. Ezért mondja Krisztus, hogy aki föltekint a keresztre, amikor fölemeltetem, az üdvözül. Aki fölnéz nagypénteken a leleplezett keresztre, az ostjára. Az, hogy van egy végtelen szeretet. Aki semmit se vár vissza, csak az, hogy tovább szeressünk. Amikor engedjük magunkat szeretni az Isten által. Ez Jézus Krisztus királysága. Ennél láthatatlanabb és megfoghatatlanabb dolog nincs a világon, és mégis ennél biztosabban tapasztalható nincs a világban. Uram, jöjjön el a te országod. Amen.